két bajnoki cím és egy bronzérem után vágott neki a 2023-24-es idénynek a nyírbátori csapat. Az átszervezett bajnokság alapszakaszában a legjobb négy közé kerülés volt a cél, mert ez már biztosította a bennmaradást. A játékos keret szinte változatlan maradt, de három edző is irányította az együttest. Falcsik Miklós betegsége után átmenetileg Weibli Zoltán ült le a kispadra, majd érkezett Tréki Tamás. A minimális célt sikerült elérni, a D csoportban negyedik lett a Bátor, de csak három pontot vitt magával a folytatásra. Ennyi maradt a bajnokság végére is, ugyanis a C csoportból érkezett négy együttes elleni 8 meccset pont nélkül zárták a nyírbátoriak. Petneházi Zsolt szerint ebben az is közrejátszott, hogy tavasszal már többen is a jövővel foglalkoztak a jelen helyett. 5 játékosunk a következő szezont már nem nyírbátorban kezdi, hanem a nyíregyházi csapatban, illetve Kisvárdára igazolt egy játékosunk. Elköszöntünk tőlük, további sok sikert kívántunk nekik, ők viszont nekünk. Ellenben ez elég érzékenyen érintett bennünket, mert gyakorlatilag a kezdőcsapatnak a játékosaiból vannak itt, sőt van itt olyan játékos, aki 7 éve itt van már a klubnál. Ezzel kapcsolatosan ugye a bajnokság tavaszi szezonja nem túl rózsásan sikerült, ilyen még a nyírbátor kézabdás történelmében nem nagyon volt, de túléltük, hiszen felsőházban voltunk, nem fenyegetett bennünket a kiesés réme, hanem végül is maximum az, hogy 8. helyen végez a csapat, ami be is következett. Varga László, Gadnai Attila, Mészáros Ákos, Bor Márk és Szedlecsek János helyére új játékosok érkeznek, és a fiatalok is több lehetőséghez jutnak majd. Így a következő szezon játékos keretének kétharmada nyírbátori kötődésének mondható. Nagy menyhért Balázs Máté, Pál Tamás, Bot Bence, illetve Molnár Kristóf személyében ezek a játékosok a Deacból, Tiszavasváriból, Hajdunánásból sikerült velük megállapodni, illetve annak nagyon örülök, hogy ugye, hogy kezdődik egy csapat, védj egy jó kapust, hogy első lépcsőben sikerült úgymond rávenni Felföldi Robit arra, hogy a következő szezonban még folytassa a igen sikeres remek pályafutását, és leültünk, megbeszéltük Robival is, hogy kapusposzton ugye elment a Gadnai Attila is, kapusposzton mi legyen a teendő, végül úgy döntöttünk, hogy a Robi mellett két saját nevelésű fiatal játékosunknak, a Nagy Attilának, illetve a Bujánki Csabának adunk lehetőséget. Az északkeleti csoportban a 26 pontos DVTK szerezte meg az aranyérmet a 23 pontos Salgótarján előtt. Az NB2-ben marad a lebonyolítás rendje, a nyírbátor augusztus elején kezdi majd el a felkészülést az új idényre.